Zrubecz László vagyok, az Andrews Kft-nél dolgozom jelenleg, és amiről most ma itt fogok beszélni, az egy meglehetősen új, hát mondjuk, hogy operációs rendszer, majd később meglátjuk, hogy ez pontosan mi is. Ez a Qubes OS nevezetesen. Először is egy, ami nem a szlájdomhoz tartozik, viszont ez mutatja, hogy a probléma az valós, ugyanis aki ismeri ezt az oldalt, ez ugye egy viszonylag ismert informatikus, vagy humorista, vagy a kettő keverékenek az oldala. Nagyon jó kis rajzokat szokott csinálni mindenféle dologról. Nem tudom, mennyire olvasható. A lényege arról szól, hogy manapság egy átlagos operációs rendszeren az adminisztrátor account, ami itt ezzel a feketével körbebástyázott dologgal van itt jelképezve, az van egyedül védve. Azon kívül ugye van a normál user accountunk, amin keresztül mindenféle egyéb dolgokat csinálunk. Tehát ott vannak a saját fotóink, filmjeink, a Facebookunk, a Gmailen a leveleink, és a többi, esetleg még a bankos hozzáféréseink mind-mind a normál user accountunkon keresztül érhetők el. Mégis az operációs rendszerek általában csak az admin accounttal foglalkoznak, hogy azt kell nagyon védeni, mert az a hiper-szuper, és hogy ahhoz ne jusson hozzá senki. Ugye itt a szöveg is ugyan kicsit lazán fogalmaz. A eredeti szöveg ugye arról szól, hogy ha ellopják a laptopot, úgyhogy mondjuk be van kapcsolva, akkor igaz, hogy át tudják venni a Facebook accountomat, el tudják olvasni a leveleimet, tudnak nagyon durva esetben mondjuk a bankomba is belépni, de úgy szoftvereket nem tudnak telepíteni. Tehát ez ugye nagyon, nagyon jól mutatja a problémát, hogy egy átlagos notebookon nem az adminisztrátor account az, ami a fontos, mert azzal ugyan nem csinálunk semmit, maximum tényleg szoftvereket telepítünk. Na most a szerző az annyiban laza a kérdésben, hogy ehhez, hogy ez megtörténjen, egyáltalán nem kell, hogy ellopják a laptopunkat, elég, hogyha valamelyik szoftver megsérül, valamelyik szoftver vírusfertőzés áldozata lesz, vagy esetleg magát az operációs rendszert törik föl a mi tudtunk nélkül. És már is hozzáférnek mindahhoz, ami a saját user accountunkkal elérhető. Tehát nem is törekednek általában arra, hogy admin accountot szerezzenek, mert nem feltétlenül ez a lényeg egy laptop kompromitálásánál. Nos, ez az egész ebből indul ki. Nem tudom, hogy ki az, aki már hallott erről az operációs rendszerről. Tű, nagyon sokan. És ki az, aki hallott már tőlem előadást a témában? Jó, ezek kevesebben vannak, ez jó. Igyekszem sosem ugyanazt elmondani, mert akkor túl unalmas lenne, de tény, hogy erről a témáról már adtam elő néhány egyéb hasonló rendezvényem. Így, aki azt már hallotta, annak ismerősnek tűnhet a dolog. A prezentáció maga nagyon rövid, igyekszem gyorsan végig szaladni rajta, hogy utána az érdekesebb dolgokat a gyakorlati részét tudjam bemutatni. Amihez hozzá tartozik, hogy ezen a laptopon is most ez az operációs rendszer fut, és erről megy ez a bemutató is, ami önmagában annyira nem túl érdekes. Az lesz majd az érdekes, hogy ezen be tudom mutatni, hogy is néz ki ez a gyakorlatban. Ugye a problémát az előbb már ecseteltük, hogy miért nem jók a mai operációs rendszerek, és itt egyáltalán nem Windows, Linux vagy Macintosh, tehát operációs rendszertől függetlenül érvényes mindez a probléma. Hogy ugye vannak az egyes alkalmazásaink a gépenken, ez a kis szürke kocka, ez jelenteni a mi operációs rendszerünket, és ugye benne az alkalmazások, ami mindegy, hogy micsoda, itt csak példakedvéért van egy e-mail kliens, egy szövegszerkesztő, vagy táblázatkezelő, és egy browser. Természetesen mindenki más alkalmazásokat használ, de ugye nem is ez a lényege, ha ezt mindenki el tudja képzelni, hogy vannak a jól megszokott alkalmazásaink, esetleg föltelepítünk mellé egy olyat, amiről nem nagyon tudjuk, hogy mit is csinál. Ugye ez főleg a Windows operációs rendszeren teljesen normális és elfogadott, hogy elmegyünk, googlizunk, találunk valami szoftvert, tetszik nekünk, és akkor föltelepítjük, és nem is gondolunk bele, hogy ez mit is jelent valójában. Ez pontosan azt jelenti, hogy mi egy alkalmazást elindítunk az operációs rendszerünk alatt, a saját user accountunkkal, akkor az normális esetben, hogyha nem tettünk ellene valami nagyon-nagyon határozott lépést, akkor az teljesen normális, hogy hozzáfér mindenféle egyéb adathoz, amit a user accountunk elér. Legyen ez mondjuk egy gonosz Tetris program, ami látszólag Tetris, szépen játszunk vele, közben eléri az e-mail kliens, az adatbázis kezelő és a browserünk
bent tárolt adatokat is, hiszen semmi nem akadályozza meg, hogy ezt ne tegye meg. És mondjuk ugye a problémás eset akkor van, hogyha ez a Tetris nem azt csinálja, amit mi szeretnénk, vagy azt csinálja, de közben mondjuk más dolgokat is csinál, adott esetben mondjuk ellopja az adatainkat, és szépen elküldi a gazdájának. Másik példa, hogy mi nem telepítünk fel össze-vissza a programokat, mert hogy nagyon vigyázunk az operációs rendszerünk és az alkalmazásunk épségére. Ettől függetlenül ugye a webbrowser az egy nagyon kritikus pont, mert azzal nagyon sok mindent csinálunk. Manapság egy böngészővel bármit meg lehet csinálni. Ugye manapság már nem is feltétlenül használunk külön e-mail klienst, a böngésző maga az e-mail kliens. Nem is feltétlenül használunk külön alkalmazásokat egyéb más mindenre, mert a böngésző mindent meg tud csinálni. Böngésző még VPN-t is tud húzni nagyon durva esetben, azzal el lehet érni a bankos kliensünket, és aki esetleg nagyvállalati környezetbe, vagy legalábbis vállalati környezetbe dolgozik és adminisztrál bármilyen szervereket, az is tudja, hogy a legtöbb szervert, akármilyen profi és akármilyen hiper-szuper, mondjuk tipikus kedvenc példám ezek a Blade rendszerek, azoknak a felületét is egy böngészőből lehet elérni. Tehát így, hogyha a böngészőnk megfertőződik, vagy kompromitálódik, akkor tulajdonképpen bármit elér, amit azzal a böngészővel eddig elértünk, ami pedig ugye nagyon-nagyon kritikus is lehet adott esetben. Mi lehet erre a megoldás? Hát ugye az első verzió az, hogy hibátlan kódot várunk el a fejlesztőktől. Itt a smiley nem véletlenül van, aki fejleszt, az attól előre elnézést kérek, de hát nyilvánvaló, hogy a fejlesztők nem csinálnak hibátlan kódot, sehol, soha, semmilyen körülmények között. A második verzió ugye az, hogy akkor, ha tudjuk, hogy ezek a szoftverek ezek mind úgymond hibásak, és biztosan van bennük hiba, ami előbb-utóbb kiderül. A másik verzió, hogy akkor ebben nem bízunk, akkor próbáljuk meg izolálni ezeket az alkalmazásokat egymástól minél jobban. Ugye az első verzióra még visszatérve, hogy hogyan lehet a hibátlan kódot elérni, vagy legalábbis törekedni rá. Ugye az első a fejlesztők oktatása, sajnos nagyon-nagyon sok fejlesztő, és inkább az oktatásnak a problémája, hogy nem arra koncentrálnak, hogy amit elkészítenek, az úgymond biztonságos is legyen, hanem csak, hogy minél gyorsabban, minél költséghatékonyabban látszólag működjön, és szép legyen, és el lehessen adni. Tehát körülbelül ez a alkalmazásfejlesztés fő irányvonala. Ugye a másik lehetőség, kódautót lehetne alkalmazni, ez megint csak plusz munka, ami drágítja a fejlesztést, ezért is nem szokták például megcsinálni. A következő tesztelés az szintén megint csak lassítja a fejlesztési folyamatot, esetleg zaklatja a fejlesztőket ilyen hibajavításokkal, meg ilyen dolgokkal, ezt sem szokták szeretni. Vagy esetleg valamilyen ISO szabvány, vagy egyéb más szabványoknak való megfeleltetés, ez megint csak drágítja az egész fejlesztést. Szintén nem nagyon szoktak ezzel foglalkozni, csak nagyon komoly helyeken. Most ez mind szép és jó dolog, de a gyakorlatban ugye nem működik az előbb felsorolt kommentek miatt. Ugye ezt mindenki el tudja képzelni, aki fejleszt, az tudja is, hogy hogyan működik ez. Mi azt várnánk el ugye egy operációs rendszertől, hogy a lehető legjobban válassza el az alkalmazásokat egymástól, mert tuti, hogy van köztük olyan, ami nem tökéletes, hogy finoman mondjuk. Hogy is néz neki ez az elválasztás? Ugye az lenne a lényeg, ahogy az előbbi nagyon sematikus ábrán már láthattuk, hogy ezek az alkalmazások, ezek valamilyen szinten egymástól függetlenek legyenek, tehát a gonosz Tetris alkalmazás az ne tudja elérni az e-mail kliens, vagy akár a webbrowser adatait. Még ennél is messzebb megyünk, ugye kiemeltem a webböngészőt. A webböngésző az egy annyira nagyon-nagyon összvér manapság, hogy nem csak ugye webböngészésre, vagy nem a hagyományos értelemben böngészésre használjuk, hanem egy csomó minden másra. Tehát nem elég az, hogy mondjuk a böngésző az külön van véve, hiszen a böngészőből is nagyon többféle dolgot csinálunk. Ugye például vásárolunk vele, online bankolunk vele, dolgozunk vele a munkahelyi megbízható hálózatunkon, és ugye nézegetünk egyéb híreket, meg egyéb mondjuk, hogy nem kvalifált oldalakat. Tehát tulajdonképpen nem elég, ha magukat az alkalmazásokat külön szedjük. A böngésző egy tipikus példa, amiből több példány is kell számunkra. Ugye jogosan fölmerülhet a kérdés, hogy ezt a fajta szeparációt valamilyen szinten minden operációs rendszer ígér erre valamilyen megoldást. Ezekben nem szeretnék annyira belemenni, aki tudja, hogy
mik ezek, azok nagyon jól tudják, hogy ezek beépített úgymond védelmek az adott operációs rendszerekbe. Ugye ez itt leginkább a Linuxra van specializálva, mert hogy én nagyjából arról tudok beszélni. De hogy mi is a baj ezekkel? Az a baj ezekkel, hogy ezek nem működnek a gyakorlatban, mert mindegyik tulajdonképpen a kernel szinten van implementálva, és a kernel az mára egy nagyon-nagyon nagy, nagyon-nagyon sok kódsort tartalmazó, egy multifunkcionális valami lett, amibe hát finoman szólva nem lehet megbízni, hogy azt a szeparációt azt meg is csinálja, amit kellene. Vagy hogyha még meg is bízunk benne, elég egyetlen egy bug, ami fölborítja ezt az egész mechanizmust, és akkor ott vagyunk, ahogy, mintha nem csináltunk volna semmit, hiszen az összes ilyen szeparáció, amit kernel szinten próbáltunk volna használni, az egyszerűen nem fog működni, mert hátulról meg fogják kerülni egy esetleges hiba esetén. Tehát nekünk ennél valami sokkal jobb megoldás kell. Választjuk el az operációs rendszer kernelét az izolációs biztosító kódtól, ami azt jelenti, hogy ugye itt értünk el addig a megoldásig, hogy nekünk valamilyen virtualizációs megoldásra van szükségünk. Na most ebből is nagyon sokféle van. Jelen esetben ennek a Cubes operációs rendszernek az alapja az a Xen. Tehát itt most ugyanúgy a szürke doboz jelenteni magát a számítógépünket, de hogy látjuk, nem csak egy operációs rendszer fut rajta, hanem legelőször is egy nagyon vékony, nagyon kicsi kódrészlet, ez maga a Xen. Akkor inkább mondom, hogy felismerhető legyen, tehát ez a kék felső kicsi csík, amiben ott a Xen felirat is van, ez jelképezné magát a hypervisor réteget, ami az ábrából is látszik, hogy ez egy nagyon vékony, nagyon kicsi, ez a kód ez nem csinál semmi mást, ez csak izolációt akar csinálni, semmi egyebet nem is próbál, így ezért a, úgymond a kódbázis az minimális, és csak az adott feladatra koncentrál. Aki ismeri a Xent, annak nem kell tovább magyaráznom, aki nem, annak sajnos most az előadás keretein belül nem tudok erre kitérni, esetleg később beszéltünk erről. Ez egy olyan virtualizációs megoldás, ami azt teszi nekünk lehetővé, hogy ezen a platformon úgymond virtuális gépeket futtathassunk egymástól teljesen függetlenül, és ez a Xen kód, ez az, ami megoldja köztük az izolációt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak a nagyobb kockák, az a Work VM, Shopping VM, Random VM, ugye ez a zöld, sárga és a piros, ezek a kockák jelentenék magukat a virtuális gépeket. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy abban egy teljes operációs rendszer fut. Tehát sokan beleesnek abba a tévedésbe, hogy úgy gondolják, hogy azok külön ott az alkalmazásokat így valamilyen szinten el lehet választani, de nem lehet elválasztani. Az jelenteni a kernel szintű szeparációt. Itt mi nekünk arra van szükségünk, hogy különböző operációs rendszereket egymás mellett tudjunk futtatni, amikben aztán futtathatjuk a megszokott alkalmazásokat. Tehát maga az a Work VM, meg a Shopping VM, és ez a Random VM, ami itt a példán szerepel, ez mind-mind egy-egy operációs rendszer, ami lehet Linux, Windows, vagy akár valami egészen más is. Ez már nem rajtunk múlik, ez attól azon függ, hogy ez a Xen Hypervisor, ez milyen operációs rendszereket képes futtatni. És ami a még lényegesebb dolog, hogy itt ez a kis fekete kocka a legalján, ez igyekszik azt mutatni, hogy az lenne ugye az a közös pont, ahol számunkra megjelennek mindezek az információk, ugye, mert mi mit szeretnénk ebből látni? Azt, hogy elindítunk mondjuk a Work VM-ből elindítunk egy böngészőt, akkor azt valahogy meg kell jeleníteni a képernyőn. Ha elindítunk a Shopping VM-ből és egy böngészőt, azt is valahogy meg kell jeleníteni a képernyőn. Na most, aki ismeri az egyéb virtualizációs technológiákat, az tudja, hogy ilyen van nagyon sok, ám azok általában úgy működnek, hogyha mi mondjuk úgymond kiválasztjuk az egyik VM-ünket, akkor csak annak a felületét látjuk, és a másik VM-ben elindított alkalmazásokat egyáltalán nem. Tehát tulajdonképpen operációs rendszerek között tudunk váltani. Itt a nagy különbség az, hogy nem operációs rendszerek között váltunk, hanem mi nyugodtan elindítunk egy alkalmazást bármelyik VM-ből, tehát bármelyik virtuális gépből, és ez ugyanazon a desktopon fog számunkra megjelenni. Hogy ez miért fontos? Mert hogy a desktop, ami ugye áll egy kijelzőből, ahol látjuk az alkalmazásunk képét, meg áll a beviteli eszközökből, mint a billentyűzet és a monitor, ezek ugye közösek, hiszen ugyanazon a billentyűzetűn akarunk beírni egy e-mailt az egyik alkalmazásban, illetve ami az egyik VM-ben fut, meg ugyanezen a billentyűzeten vagyunk kénytelenek beírni a titkos banki kódunkat a másik böngészőben. Ez megint egy olyan pont, amire
nagyon kevés megoldás figyel, és nagyon kevés megoldás fektet hangsúlyt, hogy tulajdonképpen, hogyha mi erre nem figyelünk, hogy ezek valamilyen szinten a képernyőn és a billentyűzeten is valahogy elválasztjuk egymástól, akkor ugye Linux operációs rendszer esetén, aki ezt esetleg ismeri, ott nagyon könnyen bebizonyítható, hogy hogy az egy képernyőn megjelenő alkalmazások, azok bizony akár az egérmozgást, akár a billentyű fókuszt nagyon könnyen el tudják lopni egymástól. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen szinten, tehát Linux esetében az X szintjén is meglegyen ez az adott szeparáció. Ez semmelyik másik megoldásban nincs meg, csak a Cubes esetén. Mivel az időnk rövid, ezért nagyon gyorsan végigpörgetném a maradék egy diát. Ugye tulajdonképpen ezzel látszik az, hogy hogy is épül föl ez a úgymond operációs rendszer, de majd mindjárt látjuk, hogy ez nem egy teljesen új operációs rendszer, hanem ez ugye egy Xen Hypervisor plusz a beletelepített virtuális gépek összessége. Ami egyedivé teszi és ami különlegessé teszi, hogy nem csak a normál alkalmazásokat választja el egymástól, vagy nem csak a normál alkalmazásokat lehet elválasztani egymástól ezzel a megoldásokkal, hanem az úgymond a hálózati interfészeket is kicsatolhatjuk egy külön virtuális gépbe, így tulajdonképpen magát a hálózati stacket is kiválasztjuk, leválasztjuk magától, ahogy mond a fő operációs rendszertől, amit ezzel a nagyobb sárga kockával jellemeztek, ugye ez a Secure GUI Administrator, vagy End Administration felirattal rendelkezik, ezt hívják Xen esetében DOM nullának. Ő az, aki vezérli az összes többi virtuális gépet. Tehát tulajdonképpen erre kell nagyon vigyázni, mert aki ehhez hozzáfér, azt tudja vezérelni az összes virtuális gépünket. Most esetünkben annak a DOM nullának így nem kell hálózati interfészsel rendelkezni, tehát ő semmilyen módon nem kapcsolódik a hálózathoz, ugyanis magát a hálózati stacket is le lehet választani külön virtuális gépekben, és ilyen belső virtuális interfészeken keresztül tulajdonképpen az appvm-ek, amik maguk a alkalmazásokat tartalmazó virtuális gépek, azok ezeken a virtuális gépeken keresztül érik el az internetet, a DOM nulla segítsége nélkül úgymond. Ugye most már nagyon-nagyon rövid az idő, csak egy pillanat erejéig, hogy lássuk, hogy hogy is néz ez ki a gyakorlatban. Amit itt látunk, pont ez a lényege, hogy semmi extrát nem látunk. Tehát ez egy teljesen normális desktopnak tűnik, ez egy KDE felület. Ugye itt mondjuk a nagy részt a háttérkép teszi ki, de ami lényeges, van itt nekünk egy ilyen VM Manager dolgunk, csak hogy ne zavarjon be más egyéb. Ez a Cubes VM Manager, ez tulajdonképpen a lényege az egész megoldásnak, ugyanis ez egy nagyon kényelmes felületet ad számunkra, hogy különböző virtuális gépeket hozzunk létre, és ezeket különböző beállításokkal lássuk el, és ezekben különböző, akár különböző operációs rendszereket telepítsünk, és azon belül indítsunk el alkalmazásokat. Maga egy alkalmazás elindítása az nagyon egyszerű, ugye már láttuk magát azt a prezentáció részt is, ugye ez is egy külön dologban indult el. Ami az extra benne, hogy a különböző VM-ekből induló virtuális alkalmazásokat úgymond ilyen megfelelő színű kerettel látja el, ugyanis különben nem tudnánk, hogy ez az ablak, ami ott egy ilyen sima egyszerű Nautilus File Manager, ez most vajon melyik virtuális gépből indult. Ezt úgy lehet összepasszítani, hogy itt van nekünk ez az Andrews-os, vagy az Andrews nevezetű virtuális gép, amiből el van indítva ez a dolog, és itt, hogyha ha látszik, akkor látszik, hogy itt egy ilyen zöld ikonja van, ami azt jelenti, hogy szépen zöld kerettel fogja megjelenteni. Ha én mondjuk elindítanék itt egy másik alkalmazást, mondjuk egy Personal VM-ből, akkor az pedig egy más színű kerettel fog rendelkezni, ezzel reprezentálva azt, hogy ez egy másik VM-ből fut, és nem ugyanabból. Tehát igazából file szinten, vagy semmilyen más szinten ezek nincsenek közük egymáshoz. Ez most azért volt ilyen lassú, mert maga a virtuális gép nem futott, tehát amikor én rákattintottam arra, hogy szeretném elindítani a File Manager-t a Personal virtuális gépemből, akkor először el kellett, hogy indítsa magát a virtuális gépet, benne az operációs rendszert, és csak utána tudott elindulni maga az alkalmazás. Innentől, hogyha más alkalmazásokat ugyanabból a VM-ből indítanánk el, amit most meg is teszek csak így a demonstráció céljából, akkor az már teljesen megszokott módon kb. Ugye azonnal megjelenik.
Most sajnos az időnk végére értünk, ugye? Úgyhogy itt ez nagyon rövidre sikerült. Akit bővebben érdekel, az akár a szünetben is, bár ugye a kaja az valószínűleg inkább fontosabb, de ha mégis, akkor lehet hozzám jönni kérdezni, vagy nagyon tudom javasolni a blogomat, amin több ezzel a témával foglalkozó cikk is megjelent, ezt az ruby.hu címen tudjátok elérni. És hát köszönöm szépen a figyelmet, és jó étvágyat az ebédhez!